Sziasztok, kedves barátaim! Itt a vége 2021-nek. Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült tervek szerint haladni, megvalósítani a terveket. Ugyanakkor köszönöm szépen, hogy itt vagytok és néztek a videókat, amit szoktam nektek készíteni, hogy tudjak, ezzel inspiráltok engem új és új videókra, hogy megosszam veletek ezt a tudást, ami nekem is segít az én életemben, amit én először kipróbálom gyakorlatba, és utána megosztom veletek. És ugyanakkor boldog új évet kívánok mindenkinek, és természetesen új év azért van, hogy újra indítsunk, hogyha valamit nem sikerült, vagy valamilyen hibákat követtünk el az előző évben, akkor próbáljuk új lappal kezdeni, új célukkal, és komolyabb hozzáállással, hogy elérünk a célt. És a formula, ami szoktam veletek mindig megosztani, ugyanakkor a 2022-re is ugyanaz a formula lesz, ami vegyünk komolyan, ez a Bhagavad Gita-nak az utolsó verse, majd nézzétek meg, és olvassatok el a magyarázatot. Yatra Yogishvara Krishna, Yatra Partha Danurdaraha, Tatra Srir Vijayo Budhir, Dhruva Nitir Matir Mama. És ez a formula az magyarul így szól, ahol van Yogeshvara, minden misztikumnak, jogának és irányítónak az ura, magyarul, ahol van Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, Yatra Partha Danurdara, ahol vannak Istennek a hívei, akik hőséges szívvel, szeretettel követnek az Istennek a akaratát, és egy céluk van, hogy Isten legyen velük elégedetek. Ahol vannak ezek a személyek, ahol van maga Isten, ott mindig lesz gazdagság, bölcsesség, erényesség, siker, és minden, ami vele jár. Ezzel kapcsolatban, hogy a következő 2022 évben próbáljunk fókuszba tartani és társulni akár szentírások keresztül Istennel, vagy keresünk az ő követőiket, szenteket, akik szívből követi az ő parancsolatukat, az bármilyen lehet tradícióban, de hogyha őszinte követő, akkor minden pozitív lesz mi számunkra, minden kedvező, és nem lesz semmi probléma velünk. Mindig megoldás lesz az életünkre, sőt, boldogok leszünk. Sok boldogságot kívánok, boldog új évet kívánok. Hare Krishna!